Harmadízben módosította idei költségvetését az Óbecsei képviselőtestület. A bővítést azt tette lehetővé, hogy a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium 5 millió dinárt hagyott jóvá a község számára. A képviselők ezeknek az eszközöknek a sorsáról döntöttek. Sor kerül így most majd a sportközpont előtti tér megvilágításának a rekonstrukciójára 1.400.000 dinár értékben. Azután a Nagy István utcában a kanalizáció kiépítésére, mintegy 800 méter hosszúságban kerül majd sor. Itt sok háztartás, sok család tud rákapcsolódni a szennyvízzel vezető csatornahálózatra, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen azon a környéken a talajvizek igen sok gondot szoktak okozni. Azután Bácsföldváron az illegális szeméttelepnek a szanálására 3.100.000 dinárt tett félre az önkormányzat. Elsősorban szociális témákkal foglalkoztak az Óbecsei képviselőtestület legutóbbi ülésén. Az egyes iskolák tatarozása vagy az utak karbantartása mellett ilyen téma például a családon belüli harmadik és negyedik gyerek ingyenes étkeztetésének a megoldása az tanintézményekben, vagy például a gerontológiai központ támogatása. Többször szólaltunk fel a harmadik, illetve negyedik gyerek esetében a térítményre, ami a napköziben, vagyis az intézményben, ahol a gyermekek egésznapos vagy félnapos ellátása létrejön, ne kelljen fizetni. Ennek a döntésnek a pontos neve az Óbecsei Labut Péricz iskoláskor előtti intézményben a születési sorrend szerint harmadik és negyedik gyermek után járó költségtérítésre való jog érvényesítése. Erre szintén a jogi keretet a gyermek és családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény biztosította, a végrehajtást a költségvetés tette lehetővé. Az ülésen döntés született arról, hogy minden elsőszülött gyerek után az önkormányzat egyszeri 10.000 dináros támogatást biztosít a szülőknek, valamint arról, hogy minden Óbecse község területén élő 65 életévét betöltő polgár ingyenesen használhatja a Becsei Prévoz járatait. Mindezeknek a kedvezményeknek az érvényesítéséhez az érdekelteknek az önkormányzatban kell jelentkezniük.